A népdal, mint ékszer, életet akkor kap, ha viselik. Mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje. A magánemberként is nóta és népdal kedvelő Jász kapitány nyitotta meg a meghívott jászsági dalos csoportok találkozóját február 29-én szombaton délelőtt. Mint kiemelte, nagyon büszke arra, hogy a jászsági csoportok megélik a hagyományokat, és ezzel biztosítják annak fennmaradását. Az ilyen csoportok, mint ez az itt föllépők, és főleg köszönet érte a szervezőknek, ők ennek a mindennapjainak a megélői és továbbvivői, mert ugye, mint mondott a Sebő Ferenc is, úgy maradt fent, ha megéljük őket. És ezért ezeknek a föllépőknek, és főleg a szervezőknek én nagy köszönetemet fejezem ki, mert azért a mai rohanó világban erre gondolni kell, és ők ezért tesznek. A Bethlen Gábor alapból a jászsági országgyűlési képviselő közbenjárásával sikeresen pályáztak 2 millió forintot, amit többek között egy ilyen közösségformáló szakmai nap szervezésére költhetett a Jászberényi Kossuth Népdalkör. Mai a nap azt jelenti, eddig mindig szakembereket, voltunk már olyan találkozókon, ahol szakemberek voltak, zenéhez értő, énekhez értő szakemberek, akik elmondták, hogy kéne énekelni, mikéntje a dalcsoport összeállításnak, és mi most úgy döntöttünk, hogy minden csoport maga dönti el azt, hogy milyen dalcsokrot választ, és hogy azt a dalcsokrot miért így választotta, és ez rejti a szakmai alapot. A másik a közösségépítésről nem kell beszélni, hiszen ismerjük már egymást, reméljük, hogy ez még jobban el fog mélyülni. Még akkor se hittem volna valóban, hogy ne menjen magán élet a készfogóban. A csoportok egymást értő füllel hallgatták, és igyekeztek a beéneklés hatásait, a tiszta hangzást vagy a hangszeres felvezetést ellesni egymástól. A jó példák ragadósak, melyek jó gyakorlatokat, és ennek következtében egyre nívósabb produkciókat szülhetnek. Hogyha beéneklő gyakorlatokat csinálunk, ezzel nem csak ezt az tömbbe való éneklést gyakoroljuk, hanem hangterjedelmet is növelünk, megtanuljuk azt is, hogy kezdjünk valamit egyszerre, hogy fejezzük be egyszerre, artikulációt javít. A Hídi Asszonykórus 1998 óta működő csoportja a nyári jászvilágtalálkozós felkészülés mellett is szakított időt, hogy egy rózsás dalcsokrot összeállítson. Általában, amikor éneklünk, úgy válogatjuk össze a dalcsokrainkat, hogy elsősorban jászsági népdalcsokrok legyenek, illetve János Hidán az 1910-es években Bartók Béla járt, és a Bartók Béla gyűjtéséből szoktunk általában énekelni. De most kivételt teszünk, és a népdalkör készült most egy rózsás csokorral, úgyhogy minden dalunk rózsáról fog szólni. A 10 fellépő csoport 7 perces dalcsokrokkal mutatkozott be, majd ezek tematikájának felépítésének szakmai eszmecseréje közösebb érés Dínom Dánon következett, Sütő András értékes gondolatmenetének égisze alatt, mely a színpadon biztatta a jászsági dalosokat, ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik a hangja.